Rendkívüli testületi ülést tartott nemrégiben az önkormányzat. Ebben változtattak a helyi adókon a kerületben. A módosításokkal a testület arra számított, hogy a bevételek a tavalyi évhez hasonlóan alakulnak. A változások a parlament által már kihirdetett adórendekhez viszonyulnak, fogalmazott a polgármester, vagyis az önkormányzat a kis és közepes vállalkozásoknak kedvez. Magánszemélyek építmény adója érdemben nem változik, tehát nem emelkedik a 2014-es esztendőben. A 2014-es esztendőben a telekadó esetében jelentősen csökken a 10.000 négyzetméter alatti telekkel rendelkezők adója a 2014-es esztendőben. Az építmény adóban három adósávot határoztak meg. 10.000 négyzetméterig 226 forintot fizetnek négyzetméterenként, ami 5 forinttal kevesebb a tavalyihoz képest. 10-től 50.000 négyzetméterig 242 forintot, a következő sávban 100.000 négyzetméterig 192 forintra változik a négyzetméterenkénti építményadó mértéke, ami 30 forinttal több a korábbihoz képest. 100.000 négyzetméter felett 162 forint, ami 46 forintos növekedés. Tekinthetjük ezt úgy is, hogy ez igen a kis és középvállalkozásoknak nagyon jó, egyetlen egy sávba. De érdemben igazából minden más négyzetméternél további emelések láthatók. A kerületi adózók körülbelül 4/5-e az alsó sávba tartozik. Most már csak az épülettel lefedett teleprész után van mentesség, tehát akkor így ez az adómérték, vagy ezek az adómértékek még mindig alacsonyabbak, mint a 2011 év végig. Tehát ezért került, mi ezt teljesen kibontottuk, ezeket a tételeket, és tehát hogyha itt összehasonlítjuk a 162 forintot a 2011 év végig 231-el, akkor az még mindig jelentősen alatta van. A kerületi ellenzék a módosítást adóemelésként értelmezte. Az MSZP frakció szerint a telek és építményadó esetében helyenként akár 50%-os emelésre tett javaslatot a kerület vezetése. Álláspontunk szerint ez egy zsákutca. Azt gondolom, hogy ez bizonyítja az idei év is, hisz a költségvetési rendeleteket, illetve a módosításokat, amennyiben figyelembe kísérjük, és amennyiben néha betekintést enged nekünk a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos adatokba, abból azért mégiscsak azt tűnik ki, hogy a gazdaság és a kerületi vállalkozók sajnos nincsenek abban a helyzetben, hogy ezeket a önök által legutóbbi is emelt adókat minden esetben maradéktalanul ki tudják fizetni. Most egy kicsit tovább csavarnak ezen a présen. A frakcióvezető szerint a 10.000 négyzetméter alatti 5 forint per négyzetméteres adócsökkentés nem elegendő a vállalkozóknak, ezért a javaslatot a frakció nem támogatta. Ez egy korrekt előterjesztés a kis és közepes vállalkozások számára, biztosítja azt a lehetőséget, hogy adóteher csökkentés jelenjen meg a 2014-es adóévben számukra, amit beruházásra, fejlesztésre tudnak fordítani. A nagy adózók esetében pedig azoknak a rovására történik ennek a kis adózói rétegnek a támogatása. Petrovai László független képviselő arra volt kíváncsi, egyeztetette az önkormányzat a kerületi vállalkozókkal és a kamarával, valamint szerette volna megtudni, rendelkezette az önkormányzat az előterjesztéshez szükséges ingatlan adatokkal. Ami alapján konkrétan ki tudtuk számolni, hogy ez mit jelent egy-egy adott vállalkozás esetében, vagy pedig egy bevételorientált visszaszámolás és becslés történt az adómértékenek a megállapításáról. Az építmény és telekadó az önbevallás alapján történik. Viszonylag azt kell, hogy mondjam, nem feltétlenül esik egybe az önkormányzatnak a valósággal az, amit egyébként bevallanak. Abban az esetben, hogyha érezzük, hogy óriási az eltérés, akkor nyilvánvalóan adóellenőrzést írunk elő, ezek folynak számtalan céggel szemben. De mivel önbevallás alapján történik, ezért ezekre az önbevallásokra, a tavalyi esztendő önbevallásaira tudunk következtetni és kalkulálni. Az első persze természetesen megtörtént, és a kereskedelmi és iparkamarával egyeztettük is ezeket a véleményeket, és ők válaszoltak is erre. Megállapodást köt a kerület a Budapest Airport ZRT-vel. Az egyelőre még csak tervezetként létező dokumentum egy korábbi együttműködés folytatása, hiszen a kerület 2009 és 12 között már kötött egy ilyen szerződést a kerület legnagyobb adózójával.
A kölcsönös együttműködés akkori legnagyobb lépése a zajszigetelési program volt, de a BEA támogatott faültetési akciókat és árva gyerekek karácsonyi ajándékoztatását is. Mi nagyon örülünk, hogy itt a kerület legnagyobb adófizetőjeként és hát jelentős szereplőjeként jó viszonyt ápolunk a kerülettel, és hát azt gondoljuk, hogy egy ilyen megállapodás ezt a meglévő jó viszonyt tudná még jobban megerősíteni. A partneri megállapodás 2016 végéig szólna. A dokumentum egyik kulcsfontosságú eleme, hogy a partnerek közösen lépjenek fel a gyorsforgalmi út közlekedésének kiemelt fejlesztéséért. Nem csak nyomvonalas, hanem teljes útfelújítás lesz az újonnan csatornázott kerületi utakon. A képviselőtestület rendkívüli ülésének egyik legfontosabb döntése az előzetes számítások szerint minimum 800 millió forintba kerül. Az előzményekhez tartozik, hogy az uniós forrásból épülő csatorna pályázatában csak nyomvonalas helyreállítás lehetséges, ezért az önkormányzat saját forrásból finanszírozza a teljes útépítést. Nekünk első pillanattól kezdve valamiféle tervünk volt arra, hogy itt valamit szeretnénk kezdeni ezekkel az ügyekkel. De mivel volt egy fajta lakossági nyomás is, ezért már nem is vált kérdésessé az, hogy mi mindenféleképpen a teljes helyreállításban gondolkodunk. Látunk olyan példákat akár a kerületben, akár környező településeken, Pest megyében, vagy más helyeken az országban, ahol nem teljes helyreállítás, hanem nyomvonalas helyreállítás történt, és látjuk a különbséget. És nem szerettük volna, hogy ez így legyen. A cél, hogy a csatorna lefektetése és a lakossági rákötések után úgy állítsák helyre a kerületi utak burkolatait, hogy azokhoz legalább 10 évig ne kelljen hozzányúlni, fogalmazott a polgármester. Külön fővárosi normatív támogatásból az összközműves földutakat is leaszfaltozzák. Az ellenzék üdvözli a javaslatot. Ezen a képviselőtestület ülésen és korábbi üléseken, valamint lakossági fórumokon is számos alkalommal hangot adtunk azon kérésünknek és elvárásunknak, hogy ha és amennyiben végre csatornázza a főváros a kerületet, akkor ne csak nyomvonal szélességben, hanem ugye teljes útburkolat helyreállítást csináljon a kivitelező. Ezt azt gondoljuk, hogy mind a szakma, mind pedig egyébként a kerület érdeke, szakmai javaslatok, illetve szakmai vélemények, illetve a kerület érdekének az egybecsengése. A szükséges forrást az önkormányzat már elkülönítette a következő évre, saját belső átcsoportosítással biztosítják erre a pénzt. A kerület a beruházónak, vagyis a fővárosi önkormányzatnak utalja el az összeget, amit az a kivitelező cégeknek kifizet. Így az utcák a végső munkálatok után folyamatosan megkapják végleges burkolatukat közvetlenül a kivitelező csatorna építőtől.